Jó. Sziasztok, én Péter vagyok, és most egy új Survivor-re fogok kedvezményinkedni veletek. Ez nem tudom, hogy mondtam. Itt születtem, az a lényeg, hogy elvileg ez minden, hát teljesen kocka ez a világ. Kezdő cuccok. És egy... van megint fordítás. Jól van. Megteszem majd a kedvet, hogy ért. Na, igazából itt már körülnéztem, csak úgy mondom, de itt születtem alap. Gondolom valami napló lenne ez. Egyébként tudom, nem kellett volna körülnézőm, de azért körülnéztem. A másik gondolom, ezzel zuhantam le. De nem biztos. Ahogy láthatjátok, itt ilyen köves. Itt ilyen sivatag, arra havas, arra meg milyen is. Erre meg a másik föld. Igen, ez a terméketlen föld. Jaj, én futottam. Nem kéne rögtön leesni. Adta a vizecske. Feltakulszni, hogy egyébként tök fura így nézni, egyébként látszik, hogy lefele folyik. Na. Nagyon fura egyébként ez így, hogy most tervek felfele úszok, amikor olyan, mint hogyha most oldalra úsznék. Tériszonyos ez az egész dolog. Legalábbis szerintem. Na. De szerintem el is kéne kezdeni a művelkedést. Nyugodja, homokra rakom. Én. Jó. Akkor még a hardcore-t ma le fogom videózni, meg még egy részt abból a egyik osztályon küldött küldetésekből megpróbálom lefordítani. Végre szent Veldit. És ja. Ja, egyébként, amit először észrevettem, hogy ott van egy házikó. Ami ott tök jól néz ki, vagyis el fogok oda látogatni. De egyébként nem kéne így szalakálni. Nézzünk be ide. Ezt nem úgy mondom, hogy láttam, hanem most vettem észre. De egyébként észre is vettem volna, hogy itt van járat. Hát de mindegy. Akkor favágás. Legalább cseszme alap van. De akkor itt kéne valami kezdődni. Hát de hogy mi kezdtünk? Meg az is kérdés, hogy miért tök le például az a sivatagoshoz. Meg hogy miért olyan fa van ott. Mert most ahogy látottátok, ott olyan... szóval más fa volt. Egyébként nem is az kell. Igazából látszik ide kint, de itt még az ágykó lesz. Megint tudom.
De akkor ez az egész lett építve. Mert a belsejére nem csak így simán lehet bányászkodni, hanem lehet valamit megtalálni. De szóki például lehet, hogy ennyi a különlegessége, hogy ilyen, ez az egész. Egyébként tényleg kíváncsi vagyok, hogy ennek alján majd mi lesz. Alemá van armám. Húzzunk fel, hát ha valamit lesz. Még tök normális, nincs is annyira tériszony, ugye? De amikor úgy vagy, szerintem így élőben olyan, mint hogy a tériszonyos lenne ez az egész, de ahogy látom, ott van egy másik bolygó. No, de majd fel kell magunkat építeni. Nincs ezt, azt néztem. Pedig másik dolog, amit meg akarok csinálni. Hát először is nem meg akarom azt csinálni, hanem hol vannak itt az állatok? Ne. Ja, miért engedtem el? Azért nézek ide be, hát ha van itt valamilyen cucc. Na, ez így nem jó. Egy pillanat. Ez a fa itt. És hogyha nem zavarja a fa uraságot, én ide fölül megyek. Nincs semmi. Pedig már azt hittem. Egyébként ez a bolygó egyelőre tök nyugtató. De csak azért, mert nincsen még szörny. Ami nem is tudom, hogy miért. Nincs. Jó, oda le tudok menni, de ide kéne. Beszeretnék jutni a házikóba. Hát oké, szép map, de nincs más megoldás. Köszönöm, hogy a belsejében kéne egy lejtni. Így? Oké,
csúnyán nézhet ki, hogyha ezt most így ugye, jaj, akkor ezt is kéne. Jaj, már csak bejáratot keresünk. Így azt egyszer el lesz olvasva, azt kész. Nem tudok mit tenni. Újraírni meg nem fogom. Valamiért befagyott ez az egész. Hamakot tett. Na persze. Akkor így jutok be. Hogyha ott van, he? Akkor itt a bejárat, nem? Hát, mert ez itt. Csárnacsot kiírek, de úgyis ez egy szörrivel mappa is lehet rongálni. Aha, így lehet megszerezni akkor az állatokat. Gondolom. Van még valahogy házikó? Nincs. Akkor még a kúthoz el kéne jutni, mert bármi lehet. Azt hittem, van itt valami. Akkor vissza. Hát könyvem már nem lesz. Ki kell tudom a teret akarnom. Na. Azt hittem visszaállni. De legalább már van bárányunk. Azt hiszem ez az, vagy forgat. Nem, bárány. Van már bárányunk. Az a jó. Amit majd le lehet, ugye? Na, kaptunk két fákját, most veszem észre. Csak
én jöttem ide. Karám kellene. Létre. Miért kaptam létrát? Megmondom ezek olyan szagon, amiket fogtam meghozni, így is kérve pár. Így fel lehet menni azért, nem? Legalábbis akkor erre lehet menni. Tényleg. Igaz, létrával könnyebb lenne itt menni, össze-vissza. Egyébként tökre olyan, mint kéne, amikor készítette volna párfát. Mert ezeket neki. De ennél látszik, hogy ő csinálta. Ennél nem. Annyira. Mert ugye között is szokott lenni. Ez egy pont jó, mert például ezt itt kiütöm, meg ezt. És ezt kaptam volna meg. Na, ezt. Cseszbe. Akkor ezt ide lerakom, és fogok még fát. És itt lesz a baring. És addig is neki kéne állni, sütöcskélni vasat, hogy legyen majd ágyunk, ugye? És utána kész végeztem a videóval ezzel, legalábbis. Furcsa, hogy nem mozog, vagyis nem mozog annyit az állat egyszer, de most nem mozog, jó. Másodszor, hogy nem jönnek szörnyek. De mindegy. De az a bolygó nagyon érdekel. Hát ha van még valahol. Még. De azt a képeken mutatta is, hogy azt az a Mars akar lenni. Nem biztos. Na, de ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel, sziasztok!